Szevasztok! Jó, jó. Szia! Te, amit érzést beleteszel a labdába, azzal a rugással, például egy 40 méteres passz, nem is beszélek egy olyan passzról, amit még megnyese, ami a hátvéd feje fölött még úgy pont akkor, pont a feje fölött kanyarodik el, amivel ő nem számított, és ezt mind bele kell tenni a labdába. Tehát ehhez szükséges az, hogy olyan érzéssel rúgjad meg a labdát, olyan helyén rúgjad meg a labdát, hogy az pont 20-25 méterre később jöjjön ki ez a megnyesés. Úgyhogy hiába nyújtózkodik a hátvéd, megszakad, de mégis a feje fölött 2 centivel elmegy, és a bal szélső megkapja a labdát, amire beindult. Úgyhogy ez a lényeg egy hosszú labdának, úgyhogy ezt viszont érezni kell, ezt kevesen tudják csinálni. Az üvegeket kiürítettük, ha jól emlékszem, bor volt benne, fehér bor, és gondoltam, olyan szép formája van az üvegnek is, hogy tegyük egy kicsit hasznossá, és az ötletet valamelyik üzletbe vettem, így föltöltöttem magukkal. Jó néz ki, de sokkal jobban néz neki, hogyha valami olyan helyre tennénk, a szobába például a növények közé, de az is meg fog történni. Szóval mindent egyszerűen nem lehet csinálni. A labdarúgásban is sok ilyen kis momentum van, hogy ötletre van szükségünk. Szeretem a lakberendezést, a lakberendezéssel foglalkozni, épp úgy, mint női ruhákkal, minden kirakatnál megállok a város, nem férfi ruhaüzletek előtt, hanem női ruhaüzletek előtt. Tetszik minden forma, autóforma, ház, ruhaforma, és ilyen dolgok is. Egy asztalt, volt egy ilyen márvány lapom, ez már cipelem azt hiszem Skócia óta, azt sem tudom, mi volt vele, nem akartam kidobni, mondom, asztalom nincs, csinálok bele asztalt. Vettem 4 ilyen kis vázácskát, és beletettem különböző, ezek kavicsokat, hoztam Kubából, mit tudom én, hol voltam, hoztam kagylókat, az a másikban van, golyókat vettem Münchenbe, minden ilyen műtyűt beletettem, és szerintem jól néz ki. És ebben az a jó, hogy össze-vissza lehet, még közelebb lehet tolni egymáshoz. Már volt olyan ötletem is, hogy esetleg vizet öntök bele, és rózsafejeket letépve beleteszem, de ez egy kicsit komplikáltabb lenne. Hányszor költözött életében? Jól tudom, 22-szer. Megy az alaponál felé, utána fut, így visszarúgod a labdát. Na, és így ment, bocsássadok meg egy pillanatra, mindjárt vége. És na, szóval ez az egyik, én erre gondoltam, és nem tudom, hogy te meg melyikre, hogy van egy ilyen is, akkor elviszed, de van egy olyan csinál, jön a hátvéd, és akkor rávezeted, és így mellette el tudod dobni esetleg. De ennél a cselnél kitörheted a bokád is, nem is sikerül, úgyhogy nagyon vigyázni kell. A másik viszont az a Népstadionban már párszor bejött, úgyhogy ez az a bizonyos, amire te gondoltál. A lohol mögötted az ellenfél, és szétrúgja a lábadat, hogyha ráállsz a labdára. És így mentem meg a formál előtt, hogy... De ezt is jó, ki kell számolni, ez gyakorlat kérdése, hogy hova, melyik centiméteren találod a labdát. Annyira előtte kell letegyed a talpadat, hogy utána még ezt a mozdulatot is be tudod vinni. De ezek inkább hülyeségek, inkább ilyen sok próbálkozás. Tordján József egy, ha jól emlékszem, Siófok meccs után fölhívott, amikor a csapat itthon kikapott, és a közönség az ő nevét skandálta, és gondolom megijedt, és valami mentségre szorult, és fölhívott, hogy lenne kedvem, időm másnap kimenni Leányfalura, és ott találkoztunk vasárnap, és megállapodtunk ilyen gyorsan, fél óra alatt körülbelül abban, hogy a Ferencvárosnál valamilyen pozícióba, valamilyen szerkezetbe én beépíthető vagyok. És aztán így váltunk el, és hétfőn pedig egy reggeli telefonálás után megváltozott egy kicsit a taktika. Megállapodtunk abba a 9 órakor, hogy délutántól már én vagyok a Fradinak az edzője. Hát én tényleg annyira meglepődtem az egész fejleményen, hogy nem is akartam elhinni reggel 9-kor, és délután pedig 3 órakor meg a csapatot edzenik, azt sem tudtam, mit csináljak. Hát mindenesetre óriási volt a meglepetés és az öröm is. Ma a haverokat fölhívtam, mindenki örült, hogy na, újra járhatunk a stadionba. És
délbe 12-1 órakor meglepően teletexből értesültem, rádióból értesültem, hogy minden marad a régibe. Úgyhogy miután 9 órakor úgy váltunk el a Tordján úrtól, hogy én vagyok az edző, egy kicsit meglepődtem, hogy egy miniszteri véleményre ennyit lehet adni, ilyen gyorsan meg lehet a véleményét változtatni. És ez elég keserű, meg kell mondjam, elég keserű tapasztalat volt, mert hogyha ilyen magas szinten valakinek a szavában nem lehet bízni, akkor mit várhatok én alacsonyabb szinten álló emberektől. De már ez is elmúlt, ez már lassan egy éve, úgyhogy egy-két hétig, hónapig ezen rágódtam még, de már ezen is túltettem magam, úgyhogy ez is a múlti, ez a téma. Meggyőződésem, hogyha én valamikor oda visszakerülnék, egy nagyon jó fradit lehetne összeállítani, csinálni, és erre egy nagyon jó fradira a magyar labdarúgásnak biztos vagyok benne, hogy szüksége van. A Ferencváros az én esetem, és én a Ferencvárosnál szeretnék edző lenni, ezt aztán mások, hogyha hallják és akarják, el tudják intézni, többet én nem tudok tenni. Varga Zoltán nem akar egykori sikereinek szinterére a Ferencváros pályájára lépni. Gondolom nem akar olyas valakivel találkozni, aki részt vett az eltávolításában. Amikor a Fradi bajban volt, akkor Varga Zoltánt kérték fel vezetőedzőnek, talán azért, mert azt gondolták, hogy a 30 év után hazatérő egykori csodacsatár nem ismeri ki magát a hazai viszonyokban, és azt fogadtatnak el vele, amit csak akarnak. Rosszul ítélték meg Varga Zoltánt. Ez egy nagyon jó társ. Néha talán nekem az életemben jobb élettárs volt, mint az igazi élettársam. Ezt komolyan mondom, úgyhogy ez a dolog az életemben, amiben soha nem csalódtam. Olyan jól érzem a mai napig, és a otthon a labda majdnem, hogy megnyugtat egy kicsit, és talán ez azzal is összefügg, hogy egész életemet kísérte, és például a nőkkel kapcsolatosan ez nem mindig úgy volt, hogy az élettársam annyira szorosan, és annyira éreztem, hogy ő engem. Úgyhogy talán egy kicsit hülye kapcsolat, de egy kicsit így vagyok én a labdával, mint egy jó társam.